Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretnék pár gondolatot megosztani, amiről nem állítom, hogy én ezt teljesen átlátom, és hogy én valami nagy okos tojásként itt kinyilatkoztatok, de foglalkozom a témával, ugye 1998 óta Jézus követésében vagyok, illetve már akkor Elindultam egy úton, amiről azt mondja az igaz, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. A téma az egy érdekes téma. Az először is arra alapszik, hogy hallottam egy tanítást az interneten, amit egy református lelkész tartott. Talán Zimányi Józsi bácsi, egy elég híres, több könyve jelent meg, és egy megdöbbentő dolgot mondott ebben, nevezetesen, hogy a templomukban volt egy decens hölgy, akinek foglalt helye volt mindig az első sorokban, volt egy adott hely, ahol mindig ült, és decensen szépen felöltözött a hölgy, minden hétvégén ott volt, szinte a templomba, mindenki ismerte, és szinte már tartozéka volt az Isten tiszteleteknek, a hétvégi református Isten tiszteleteknek a hölgy, látszólag minden rendben, és itt jött a durva dolog, hogy egyik hétvégén, vasárnap, Megüresedett a helye, és nem volt ott. De nem is szólt senkinek, meg nem tudtak róla, hogy beteg lenne, vagy ilyesmi. És mikor már gyanús lett, mert hosszú idő óta nem adott életjelet, rátörték az ajtót, és ott volt az ajtó előtt felakasztva a hölgy. És látszólag teljesen kiegyensúlyozott hívő élete volt minden, és ez egy. Megdöbbentő dolog, és természetesen egy-egy esetből nem lehet levezetni egy teljes, kiterjesztett gondolatot, hiszen van egy ilyen mondás is, hogy euh, illetve tehát, hogy ne a végletekbe gondolkodjunk. De eszembe jutott, hogy Jézusnak is le van jegyezve, hogy az egyik első ilyen nagy szellemi megnyilvánulása, a nevezetesen démonűzése, az pont egy zsinagógai emberrel kapcsolatosan történt, tehát egy decens zsidó polgár, aki valószínűleg látszólag nem mutatott szélsőséges jeleket, tehát nem olyan volt, mint mondjuk a gadarinus megszállott, hogy nem vagdosta magát kövekkel, és nem lakott sírboltokba. Tehát az az ember kiderült, hogy démonizált, és Jézus kis parancsolta belőle a démont. És akkor, ahogy írja az ige, hogy, hogy meg is szaggatta a démon, és úgy ment ki, meg kiáltással, meg sokszor konfrontáltak Jézussal a démonok, hogy mi közünk hozzá, meg ilyesmi. És ezzel kapcsán fölmerült bennem, hogy mégis miért van az, hogy a gyülekezetek nagy részében ez a démon, démon, téma, ez nincs a helyén kezelve. Szerintem. De természetesen meggyőzhető vagyok. Az ellenkezéről is. Én azt látom, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol olyan kellemetlen ez a téma, mert ugyanak tehát nem hisznek benne, illetve ez olyan, tehát ahogy Derek Prince fogalmazott, hogy ezt a kérdést rövidre zárják azzal, hogy ez egy ókori babona, igazából ez már nincsen, ez, ez, egy, ez egy mítikus dolog. Tehát, hogy azt mondják, hogy ilyennel nem, kell foglalkozni, mert ettől csak be lehet kattanni, mert ez, ez nem egy valós dolog. Akkor van -e a másik véglet? Ja, ez az antikarizmatikus gyülekezetekben van általában, hogy, hogy nincs démon, vagy ha van is, akkor nem tudunk erről, ne foglalkozz vele. De érdekes módon akkor Jézus miért foglalkozott ennyit vele, meg a, nem csak Jézus, hanem ugye a tanítványa is, és nem csak az apostolok, mert utána hetvenet is kiküldött. És utána meg, meg van írva, hogy ezek a jelek követik. És tehát ez ugye nyilván akkor itt valami nem stimmel, hogyha ezt teljesen figyelmen kívül hagyjuk, Valamit ezzel kell kezdeni. A másik véglet az pedig az ilyen szuperszellemi, olyan karizmatikus jellegi gyülekezetekben, ahol pedig ö, azzal akarnak nagyon szelleminek tűnni, hogy már állandóan a démonok körül forognak, minden démoncentrikusság van, már minden démon, már elmész egy katolikus templom mellett, akkor vigyázz, mert rádugrott a katolikus démon, a bokrok mögött démon van felszállsz a buszra, én ezt hallottam, a német Sándor hídjúak a vezető lelkész ezt a hát finoman szóval csacsiságot tanította, hogy jobb nem felszállni a BKV-ra, mert ha felszállsz egy buszra vagy metróra, ott a, a démonok rádugranak, és, és leszívják a kenetet, és démonok, hát jó, persze, majd kedves pásztor melékeje minden hívőnek azért akkor egy luxus autót, amivel ő is jár kell, de ezt most hagyjuk, mert ez megint egy, egy bolondéria, hogy most féljünk a démonoktól, és nem merjünk felszállni uh, sehova. Tehát ez tényleg egy ilyen ördögtől való hülyeség szerintem, hogy, hogy ezzel uh, 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 megfélemlíteni a hívőket, meg ezzel tévtanítani, és ezért van az, hogy egyébként ténylegesen szakorvosoktól tudom, mert van ismerős, hogy nagyon uh, jelentős, hídgyülekezetes ember kerül szihátriára, mert nem lehet e, e, tévtanok, e, tehát, tehát, a tévtanok hatására szerintem többek között persze van, aki eleve hajlamos volt, ebben most úgy nagyon nem mennék bele, de ez meg a másik véglet. Például én nagyon kevés olyan videót látok az, az interneten, vagy olyan gyülekezetben jártam, vagy olyan közösségben, vagy olyan tanítványozott csoportból hiteles démonizéseket látnék. Általában erőltetik, hogy valaki ordítozik valakivel, Menj ki, menj ki, belőle, akkor mondják annak az illetőnek, akit szabadítanak, hogy hogy köhögjél, fújt ki, köpt ki, adunk zsebkendőt. oké, okay, tehát én ezt becsülöm, és azt mondom, hogy ez jó dolog, hogyha már jó szándékból és hitből démont tűzünk. Tehát csak ne, ne ö, legyen kamú, és ne legyen az, hogy, hogy olyat is tapasztaltam, hogy, hogy zavart fejtelési viszketegségbe szenvedő ember állandóan azt játsz, hogy benne démon van, üzik, üzzék ki belőle, és ezt játszom már tíz éve, és rájátszik. És ez egy, ezt karizmatikusokat megkérdezel, ez egy nagyon ö, nem is ritka jelenség. Tehát elvetettségből származóan ezzel akarja fölhívni a figyelmet. És Kubinyi Karesz is mesélte, hogy ö, aki lelkész, illetve gyülekezetet vezetett, hogy uh, egyszer elment Budaörsre még a híd Mondták, hogy itt van Isten országa, mennek ki a démonok. Ott volt egy ember, ordibát, hogy szabadult, földre esett, ordibát, úgy, úgymond démonoktól szabadult. Jó, utána állítólag pár év múlva ugyanaz az ember, ugyanezt eljátszotta, ugyanezt csinálta, ugyanazt, ugyanaz az ember. És kiderült, hogy valószínűleg ezt évek óta játszott. Tehát, hogy ez nem démonűzés, hogyha valaki e, tíz éve ugyanúgy űzik bele ugyanazt. Ez démonidézés legfeljebb. Vagy valami nem stimmel. Jézusnál az volt, hogy hogyha kiűzött valami démon, mondjuk egy komoly betegséget, akkor ott látható jele volt. Nem az, hogy már mindent űzögetünk. Hát, e, ez kielentésből kell. Ez nem úgy, hogy, hogy szerintem most én csak gondolkodom. Én is csináltam démonűzéseket. És van, amikor nem látszott semmi, van, amikor látszottak azért dolgok, például a gyógyulásnál is volt, hogy imádkoztam gyógyulásért, volt, hogy nem volt semmi, volt, hogy volt gyógyulás. Komoly gyógyulás is volt, egy, egy levén út, hogy felállt, legalábbis elmondása szerint. Mert ugye láttam, hogy felállt, de olyat én még nem nagyon láttam, hogy mondjuk kinőttek volna a végtagok, vagy ilyesmi, vagy a vak, illetve a süket gyógyult volna, de a Biblia szerint ez is mérce, tehát ő, erről se kéne lemondani. Szóval elég nagy káosz van ezen a területen, és azt is látom, hogy van, aki elkezdett démont tűzni aztán nem működött, és utána abba hagyta. Ilyet is ismertem, egyik ismerősöm is sajnos csalódott, azt mondta, hogy ez nem működik, megkeseredett, meg ő is, aztán lett egy, neki is lett egy betegsége, aztán már ki tudja, hol van talán okultizmusban, de Isten adja, hogy ne ott legyen, de voltak ilyen ö, irányvonalai, de imádkozunk érte, tehát remélem, hogy jól van az úrban van, mert mindegy. Tehát visszatérve, a bibliai démonűzés az nem egy ilyen hosszas procedúra, hogy végigolvastatok valakivel egy több órás ilyen részletes listát, és akkor arra felszólítom, hogy köhögjön meg, köpje ki meg ilyesmi. Tehát ilyet én a bibliában nem látok. Ennek ellenére el tudom képzelni, hogy Használ lehet, tehát hogyha betalál a Szent Szellem, akkor ezt tudja használni a Szent Szellem, de sokszor ez nekem erőltetetnek tűnik. Hogy nincs kijelentése az illető szolgálónak, és ezért elkezd végigmenni, mindenem végigmegy. De egyébként ez még mindig jobb, mint aki meg teljesen nem csinál semmit. De az is veszélyes, amikor már minden mögött démont látunk visszatérve, én például azt gondolom, hogy testnek a cselekedetei, meg ilyen dolgok, azok, azokat én, én eddigi tapasztalatom szerint nem lehet azzal megoldani, hogy egy démon tűzünk ki. Tehát ő, például, hogyha valaki ő, nagyon sokat szeret interneten játszani, mondjuk internetes játékokkal, ilyen, meg főleg mondjuk ilyen fegyveres ő, szerepjátékokkal, akkor azt neki el kell dönteni, hogy ezt be akarja fejezni nem akar ennyi időt eltölteni vele, vagy teljesen meg akar térni ebből, és ez nem az van, hogy oda megy valaki ezt, hogy hú, én napja négy órát játszok, mit tudom én interneten, akkor űzd ki ezt a démont, és kiűztem is annyi. Nem. Ha ilyen van, akkor persze, tehát én, szerintem ez is, hogy mondjuk valaki homoszexuális, és gyakorló homoszexuális, hogy akkor elmegy egy lelkészhez, azt mondja, hogy űzd ki belőlem a démont, én hallottam már űzik, űzik belőle a démon, űzik, űzik, semmi nem történik, ott folytatja a Itt valami nem stimmel. Tehát lehet, hogy neki ezt meg kell tagadni, meg kell térni, és ö, meg kell ezt a dolgot. Ö, tehát nem az van, hogy most ö, leegyszerűsítjük a dolgokat, hogy van egy problémám, akkor démon. Tehát minden, nem minden démon. Nyilván van, ami démon, tehát Jézustál is az volt, hogy Jézus tudta, hogy melyik betegség az, ami démonikus. Vagy jó, mondjuk a Bibliában az is. Ö, le van írva, hogy, a, hogy, hogy Jézus sok mindennel úgy bánt, amit most már, tehát például a görnyedséget is ki tudta űzni, akkor a, a Lász szellemét űzte, akkor parancsolt a szélnek, akkor ő, nagyon súlyos elmebetegből úgy űzte a démonokat, ugye gadrai megszállott, hogy meg is szabadult rögtön. Tehát ezt a szintet én senkinél nem látom. Ezt a szintet senkinél nem látom. Sőt, az is igaz, hogy olyat is látok, hogy aki nézettséget akar magának szerezni, az interneten vagy nevet akar szerezni, az előjön olyan szellemi dolgokkal, hogy például azt mondja, hogy én jártam a mennybe, én találkoztam Jézussal, és felvitt, és, és ha ez igaz, és tényleg így van, én örülök neki, de, de legtöbbször úgy érzem, hogy ez, ezek zavaros területen járnak ezek az emberek, vagy valaki azt mondja, hogy itt ilyen olyan csodákat tettem, mondjuk ilyen, főleg ezek a pénzgyűjtő prédikátorok, hogy, hogy vakoknak adtam vissza a látását Afrikába, halottak támadtak fel Afrikába, ugye volt ez a TB Joshua, hogy, hogy ilyen olyan halott feltámasztások, ilyen, és én néztem egy-két videóban, és nem láttam hitelesen, orvosilag, tehát mutassa be akkor, hogy vigyenek oda tényleg egy vakot, orvosokkal együtt, és mutassák be, hogy meggyógyul. És ne, tehát én már könyvekben is, ilyen karizmatikus, így gyülekezetes könyvekben, meg ilyenek, annyi szó olvastam, meg, meg hallottam, hogy a, a nem tudom hány vaknak jött vissza a látása, meg üres szemgödrökbe szembolyók nőttek, meg kinőttek a kezek, kinőttek a lábak. Én, én, ez tényleg jó hangzik, de, de ne olyan ember mondja, aki nem tudja bizonyítani, és pénzeket gyűjtöget, és gyűjtögetés meg kiderül, hogy, hogy milliómos. Szóval nagyon jó lenne hiteles, őszinte, tiszta és szeretetből szolgáló a szellemi szolgálókat, akik tényleg nem csapkodnak össze-vissza, nem az egyik végadban vagy a másikba vannak, hogy ugye az egyik az a, az a antikarizmatikus hitetlenség, meg a Bibliának a kimagyarázása, a démonoknak a tagadása, vagy az ilyen bagatelizálása, a másik pedig az ilyen szuper szellem, ilyen szenzáció hajház, meg minden mögött démon van, tehát mit tudom, én szeretem a a túrorudit, megettem kettőt, hú, egyet kellett volna, akkor üzzük meg ki a túrorudit démont. Szóval itt, itt, már szerintem irrealitásba is bele lehet, es, bele lehet esni. És tényleg én kérem is, hogyha valakinek józanlátása van ezzel kapcsolatban, és, és vannak bizonyíték, meg, meg videók, meg, meg, anyagok, azt nyugodtan ide hozzászólásba tegye bele, és, ki, és össze is jövünk. Tehát én mi is azt mondom, hogy lelkigondozás, gondozás, démonűzés, való valóima, igen, ezek kellenek, és mi is gyakoroljuk. De Ja, és igen, és hogy, hogy, igen, az van még bennem, hogy, hogy ahol csak szíjka ige hirdetés van, vagy egy ilyen, egy ilyen ékes szóló ige hirdetés, templomokba, az nagyon kevés. Tehát a pálapostól is azt mondja, hogy nem beszéd az ő ország, hanem erőben. És drágáim, mit mondott Jézus? Hogyha én Isten újjával küzdem a démonokat, akkor elérkezett Istennek az országa. Akkor érkezett el. Nem akkor, amikor elvégeztem egy-két tanfolyamot, meg teológiákat, és kiállok egy ilyen reverendába, és hirdetgetem a, a Bibliából ilyen elmebeli hirdetést tartok, és az, az már kevés. Én nem azt mondom, hogy nincsenek ebbe értékek. Én is református, vagy evangélikus, vagy, vagy ilyen könyveket is el szoktam olvasni, mert van, amikor az ige hirdetés meg a Bibliának az összefüggéseit jól bontják ki, vagy például az evangéliumi kiadónak is, aki úgy, úgy tudom, hogy antikarizmatikus alapvetően vannak jó könyvei, tehát én ebben a végletbe se esnék vele, hogy egy ilyen szellemi gők, hogy jaj, hát ezek senkik, hát ez, hallottam én ilyet egyszer, valaki mondta, jó, hát ahol nincsenek ezek a karizmák, a szellemi roncstelep, hát az roncstelep, én azt mondom, hogy mutassunk példát szeretetben de hiány van az egyház a csodáknak, jeleknek, hiány van az egyház az erőnek, és nagyon sokan tényleg ilyen vasárnapi keresztények, hogy élik a kis világ életüket, baba mama klub, céges emberek, és akkor hétvégén beültem a gyülekezetbe, azt majdnem elaludtam. És akkor ennyi a kereszténységük. Meg ökomenikus mozgalom, meg katolikus teológiákat végeznek el. Drágáim, ébresztő, próbáljuk meg ébredni. Mi is mondom, csináltunk egy csoportot, ahol imádkozunk betegekért, lelki gondozás, szent nyelv, nyelveken szólásért, szellem tényleg, és ha érdekel, akkor gyertek el tényleg a csoportunkba, itt vagyunk Budapesten, várunk szeretettel, próbáljuk meg, illetve ne próbálkozzunk, hanem kérjük az urat, hogy vezessen, tényleg tegyük félre az egót, meg a hitetlenséget, meg a bűnöket, meg ezeket, és kövessük Jézust. Próbáljuk meg tényleg, mert nem azt, hogy mi próbáljuk, én mindig azt mondom, hogy ez kegyelemből van, nem cselekedetekből, tehát nem kell megszakadni, nem kell magunkat vagdosni, nem kell 45 napos böjtöket, meg ilyenek szerintem. De amikor kell valamit tenni, akkor meg kell tenni. Csak mondom, vannak könyvek démonokkal kapcsolatosan. Ugye a Derek Prince-nek van a démonológia, akkor van a disznók a szalomba, van a démonok is szabadulás, meg van még egy pár könyv démonokról. De némelyek az, tehát hogy mondjam, tanulmányozni kell a témát, de vannak, vannak tévtanítások, és majd ezt is ki lehet bontani, és egyelőre ennyit. Az úr gazdagon mindenkit.